A démon vadász a Boku no Pico megférfiasodott karaktergárdájáról szól, akik az egész világot átutazzák, hogy autogramot kaphassanak Michael Jacksontól. Főszereplőnk Tanjiro egy erőszakos borravaló adási kényszerben szenvedő srác, aki a történetünk elején elugrik a vegyesboltba egy kis mákos gubáért, azonban egy sorozatgyilkos fejű helybéli megkéri, hogy aludjon nála. Hazaérve azonban szembesül vele, hogy a hugicája veszettséget kapott, és ráadásul megkapta a testméret változtatás képességét, aminek köszönhetően most már felváltva tud váltogatni az Immoto és az Onee-chan lét között. Mielőtt főhősünk Hugica Vacsi lehetne, váratlanul a helyszínre érkezik a helyi Hugica Sintér, aki rögves magával akarja vinni a harapós leányzót. A további harapások elkerülése érdekében a hamis Hugica szájkosarat kap, amit szerencsére nem jut eszébe levenni a szabadon lévő kezeivel. Főhősünk ezután elmegy a közeli nagyorú remetéhez edzeni és szellemekkel viaskodni, majd megküzd az önmagát frihágoló békaemberrel, akinek bizony annyi kacsója van, hogy még Shiragaki Tomurán is túlt ez, úgyhogy nála fix, hogy megtalálná Joy Tribbiani a kézikertestvérét. Ez a te kezed, ez az én kezem. A démon sintérek próbáját csak az a négy ember úszta meg, akiknek láthatóan karaktere is van. És a creepy loli klónok menő köveket adnak nekik jutalmul, azonban a helyi méregzsák akadékoskodni kezd, mivel még menőbb köveket szeretne, azonban nem számít rá, hogy ezzel olyas valakivel húz újat, aki már a borravaló adással is képes eltörni egy ember kezét. Főhősünk ezután bedobozolja a hugicáját, és útnak indul vicserkedni. A közeli városban talál is egy pehes srácot, aki elhagyta a waifuját. Kiderül, hogy a fogcsikorgató takony szörnyaludas, aki bár képes árnyékklón jucuzni, azonban főhősünk lenyesi a delikvens minden kacsóját, ha már az előző ellenfélnél ebbe annyira belejött, majd pedig elkezdi faggatni, hogy pontosan hol lesz Michael Jackson következő fellépése. A fogcsikorgató takonyszöny azonban hallgat, mivel az énekes ráparancsolt, hogy ne szivárogtasson ki róla semmi információt, mert különben három havi fizetését is megvonja. De főhősünknek igazából infó se kell, mivel nem sokkal később Michael Jackson szagot fog. Tanjiro rögves autogramot akar kérni Michael Jacksontól, ám ekkor meglátja, hogy a családja is vele van. És hát kultúrát rajongóként nem akar egy sztárt akkor zaklatni, amikor az éppen a családjával tölti az idejét. Egy agresszívebb rajongó azonban nem így gondolja, akit végül főhősünknek kell megfékeznie, és a kavarodás kihasználva Michael Jackson inkább lelép. Főhősünk azonban a tudtára adja, hogy ha törik, ha szakad, de előbb-utóbb bizony autogramot fog kérni tőle. Ám főhősünk szembesül vele, hogy a ráment, amit korábban evett, felöntötték valami igen durva cuccal. Michael Jackson a történteken úgy felkúrja magát, hogy pár agresszíven nyomulós rajongóval még össze is verekedik. Tanjiro arról vitatkozik hisztérikusan az őt ok nélkül állandóan PP-verő suhanca, hogy a hugicája mennyire jó nő. Michael Jackson ráúszítja hősénkre a helyi kidobós bajnok waifut, akinek igen sok keze van, de persze a saját magát frihágoló tag mellett labdába sem rúghat. Ez a te kezed. Ez az én kezem. A kidobós mérkőzés után a harapós Hugi és a sokkezű waifu még egy futballmérkőzést is lejátszik, de aztán az utóbbi kezek áldozatául esik. Én mondom, az alkotónak kézfétise van. A következő részben feltűnik a hisztis Pikachu boy, aki annyira gáz, hogy még főhősünk is le akarja tagadni, hogy ismeri, de ennek ellenére valamiért oké azzal, hogy együtt folytassák az útjukat, hogy aztán lolikat és sotákat pesztráljanak. A hisztis Pikachu boy összebalhézik a nem családbarát Tsuyu-channal, de ez annyira gyenge ellenfél, hogy még álmában is megöli. Rövidesen az agresszív kismalac is csatlakozik hozzájuk, így innentől kezdve a csapat olyan lesz, mint a Simpson családban a Fogd már be című műsor. Egy iszákos, de nagyszívű futballhuligán családról szól, akik ha épp nem nőciket hajkúráztak, akkor egymást vagy valaki mást vernek, tépé! Miután leverik Roadhog maszkját, kiderül, hogy ideális trap alapanyag, amitől a hisztis Pikachu boy úgy megretten, hogy elbújik a loli mögé.
Végül felkerekednek és bevetik magukat a nyugati sűrű sötét erdőségbe, hogy megküzdjenek a kihipózva Spider-Man családdal. Miközben a hisztis Pikachu Boy a verebét kínozza, addig Tanjiro malackát dicséri minden apróságért, akiben ettől egyre csak érik a yaoi moment. Tanjiro lenyakazza Póknét, azonban a hisztis Pikachu Boy dolog easter egg-ekbe botlik, ami annyira megviseli, hogy inkább visszaemlékszik rá, hogy hogyan baszta ő szöszivé a 20.000 amper. Közben mivel megharapta egy genetikailag módosított Pók, így már kezd pókemberré változni, de mielőtt bosszúálló lehetne belőle, feltűnik élete első olyan nője, aki kedvesen viselkedik vele és megmenti. A medvedisznó ember piszkosú Rage-el, amiért gondolkodnia kell a Spider-Fater elleni ütközetben, olyannyira, hogy végül a Hugica sintérnek kell felkötni egy fára, hadd szellőzön egy kicsit. Főhősünk végül összecsap az albino Peter Parkerrel, ami a történelem legnagyobb sziszkon ütközete. Parker gyorsan leselejtezi a jelenlegi Hugicáját, és úgy dönt, hogy megszerzi magának főhősünkét, mivel bejönnek neki a megveszett harapós Hugik. Tanjiro gyorsan visszaemlékszik rá, ahogy az apja megtanította neki a tüzes víz receptjét, majd elképesztő epikusság közepette lefejezi az ellenfelét, ami ezt túléli, hogy aztán egy mellékszereplő végezzen vele gyorsan a következő részben. Később megismerhetjük a démon sintérek vezérkarát, a vigyori oroszlánembert, a bevadult Hitsugaya Toshirót, Orochimarut, Tokugo Kitagawát, a zokogó Melákot és egy kiváló trap alapanyagot, aki fel se fogja, hogy mi történik körülötte. Ezt követően letesztelik szakszerűen, hogy a Hugi mennyire harapós, majd végül hősénket arra ítélik, hogy pontszemű lolik kínozzák őket halálra, ám arra nem számítanak, hogy a három elítélt konkrétan erre izgul. Tanjiro zöld takony viadal játszik a waifujával, de sajna nem ismeri jól a szabályokat. A maszkos Bakugó pedig sikeresen felbassza azt a kardkovácsot, ami eddig legalább normálisan viselkedett. Michael Jackson bemutatja az alvezéreinek az új trap cosplayét, amiben a mondókonra tervez menni, azonban nem maradt túl nagy sikert. Az egyik tag konkrétan megrémül a látványától, és úgy elszalad, hogy még a fejét is ott felejti. Egyedül az utolsó fószer dicséri meg főgonoszunk trap cosplayét, ezért Michael Jackson hálából ad neki egy védőoltást figymaszűkület ellen. Végül hősénk megtudják, hogy hol lesz a következő fellépése Michael Jacksonnak. Felpattannak a legközelebbi Chihuahua-ra és útnak indulnak, hogy mindenképpen jusson nekik VIP jegy.